Koncz Kriszta vagyok, a Koncz Kriszta Group vezetője, jazz énekes és énektanár. The world around us blurs as we spin and spin and spin and spin. I'll never grow old, you see, as you spread your wings and fly away through the garden. Hát én Erdélyben születtem, úgyhogy onnan vándoroltam ki ide Budapestre. Szatmáron születtem, aztán Kolozsváron tanultam a Bábes-Bolyai Tudományegyetem zenepedagógia szakán. Aztán egy hatalmas fordulattal Budapest felé vettem az irányt, a Bartók Béla Konzervatóriumban. Ott egy OK képzést végeztem jazzének szakon, majd az OK végeztével föl is vettek a jazz tanszékre, és tulajdonképpen ott fejeztem be az egyetemi tanulmányaimat. And we wear them all with endless joy and grace. Little marks of afternoon spent in the light. Being here with you, what a pure delight. The scent of summer slowly soaks into our skin. Jazzy Birds-el jelent meg egy lemezünk, ők egy kolozsvári banda. Tulajdonképpen egy véletlen folytán csöppentem én a zenekarba, ugyanis az énekesnőjük éppen babát várt, és kerestek egy újoncot helyette, és rám esett a választás. És hát tulajdonképpen két lemezünk készült együtt. Az első az csak fizikai formában volt meghallgatható, megkapható, és ez a második, a Question Marks, amiről te is írtál ezelőtt két évvel, az pedig 2017-ben készült, még mielőtt én ide kijöttem volna. Picit tartogattuk a fiókban, ugyanis akkor a zenekar tevékenysége az megszűnt, és a Covid idején jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt elővennénk és kiadnánk, és így is történt. Akit mindenképpen megemlítenék, az Csendes Judit, aki az én zongoratanárnőm volt. 6 éves koromban kezdtem klasszikus zongorázni, és hát ő volt az az ember, aki nagyon-nagyon sokáig bátorított, hogy a zenével kell foglalkoznom. Nála 12 évig tanultam. Utána pedig, aki nagyon-nagyon meghatározó volt számomra, az Kovács Linda, tőle a Sepsiszentgyörgyi Jazz Táborban tanultam. És itt az egyetemen pedig Nakatos Ágnes, Urbán Orsolya és Karosi Júlia tanítottak, úgyhogy igazából mindenkitől rengeteget tudtam tanulni és ellesni. You've traveled far away, now in my arms you lay the place of yesterday, we will rewrite. I've traveled night
your name on my lips like holy wine. Come to me, dear, like you always can hear. You can come to me, light of the soul. Come to me, light the dawn with your own rays of sun. Come to me, slow. Ugye a Jazzy Birds-szel kezdtem, az volt az első jazz zenekarom. Azután igazából itt Budapesten az acapella együttesekbe csöppentem bele. A Voice Drops-szal kezdtem az acapella éneklést, majd a jazzésemben helyettesként tevékenykedtem az utóbbi években. És hát ami most a legfontosabb számomra, az a Konc Krista Group, az én zenekarom. Ez egy egészen friss felállás. 8-an vagyunk benne. Az előző formáció, vagy felállás, az pedig a Konc Krista Quintet volt, ebből nőtte ki magát ez a jelenlegi zenekar, és hát a Quintettel tulajdonképpen a Zeneakadémiás évek alatt találkoztunk, és akkor így megmaradt ez az együttműködés. Amit kihagytam, az a Budapest Orchestra projekt, akikkel nagyon-nagyon sokszor koncerteztem már, és hát az egy külön élmény. Ugye ők egy big band, egy fiatal big band, és nagyon szerencsés vagyok, hogy 3-4 léptünk fel együtt, és mindig óriási élmény egy akkora csapattal színpadra állni. Kapolcsi Szabó Levente zongorázik, Virág Benedek gitározik, Majsai Roland dobol, Gyányi Tamás majd bőgőzik és basszusgitározik, és az új tagjaink csellón játszik Fridedikus Péter, trombitán Szelevényi Vitó és szaxofonon Osvaldi Tibor. Ez lesz az első koncertünk a Konc Krista Grouppal. Az együttes tulajdonképpen fél éve létezik, tehát fél éve azért próbálunk és készülünk. Egyébként azt is megemlíteném, hogy a hangszereléseket, azokat Tompa Ábel készítette nekünk erre a nagyobb formációra, úgyhogy vele dolgoztunk együtt, és most fogjuk bemutatni ezt a műsort először. Hát, hogy milyen fajta zenét játszunk, az egy nagyon nehéz kérdés. Nem tudnám pontosan meghatározni. Az biztos, hogy saját szerzeményeket. Mindegyik dal ma este is az én szerzeményem lesz. Egyet kivéve, egy Johnny Mitchell dal lesz, így az én példaképem. Szóval
Hát belőle inspirálódom nagyon sokat, természetesen a jazz, standard jazz műfajából is, ugye ez elengedhetetlen, hiszen mindannyian ebből az iskolából jövünk, és hát minden hat ránk, amit hallgatunk, szóval ilyen fúziós jazznek nevezném. Most már lassan 6 éve, hogyha jól számolom, itt élek és tanítok. Most ez a fő. Budaörsi Waldorf iskolában vagyok énekzene tanárnő a gimnazisták osztályaiban, illetve a Tóth Aladár zeneiskolában tanítok most helyettesként. És a Bartók Konzervatóriumban is tanítottam a múlt fél évben a Katos Ágnes tanárnő helyett. Lightning striking from above, electric flash just like lightning striking from above. Akkor én nagyon szeretek egyedül lenni, ezt megfigyeltem. Akkor tudok én zenét szerezni, hogyha egyedül vagyok, és van egy teljes napom a zongora mellett ülni, vagy mögött ülni, és ötletelni. Ez nagyon ritka egyébként, hogy ez így összejön. Általában nyáron szokott ez történni, most, hogy így belegondolok. És igazából dallammotívumok alapján indulok el, vagy hogyha van egy akkordmenet, ami tetszik, akkor az alapján, és általában improvizálok rá szavakat. Tehát, hogy ez így angolul írok, és angol szavakat improvizálok, és akkor ez így általában megszűnik, hogy a dal merre szeretne tovább folytatódni. Úgyhogy így kezdődik ez a kicsit ilyen tudatalatti tevékenység, és akkor ezután jön a tudatos rész. A szöveggel is én foglalkozom, és én szoktam megírni őket, és nagyon-nagyon szeretem ezt a folyamatot is. Tehát, hogy egyszerre ugye zenében is kifejezhetem magam, de közben ott a szöveg, ami nagyon érdekel. Thank you.
kedvenceim. Joni Mitchell, ő az első számú kedvencem. Ő számomra hatalmas inspiráció, nem csak zeneileg, hanem szövegírás szempontjából is. Szerintem ő az egyik legnagyobb történetmesélő a zenében. Abby Lincoln zenéjét szeretem még nagyon, Nina Simone zenéjét. Természetesen a hazai pályáról is nagyon sok énekest hallgatok. Hát az énekes nők az inspirációim főként, Harcsa Veronika, Pocsai Kriszta, Karosi Júlia, Orbai Lilla, aki osztálytársnőm volt, Nagy Emma szintén. Szóval őket én mind nagyon szeretem hallgatni. Nagyon-nagyon lassú az én utam szerintem szakmai téren, de ezt abszolút nem bánom. Én mindig abban hittem, hogy ezeket a lépcsőfokokat meg kell járni. És ugye amikor Budapestre kerültem, akkor bevallom őszintén nagyon ijesztő volt az, hogy itt rengeteg ember van a szakmán belül is, és hát tudtam, hogy mindenkit sorra szeretnék megismerni, de hát az rengeteg idő. Úgyhogy szépen lassan próbáltam ezt így fölépíteni, kijárni az utat, és azt érzem, hogy talán most kezdek úgy igazán megérkezni ebbe a városba és ebbe a közegbe. Lassú volt, nem volt könnyű, de én teljesen elégedett vagyok ezzel az úttal idáig. Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief. And I pray, really and truly pray, somebody will come and bring me relief. For every morning finds me moaning, I'm alone and I'm crying to lose you. I'm so tired of paying the dues. Every morning finds me moaning. Do do la ge la do do de le le ba de do de do la fo fo ba de da ge le ta fo ba ve le ba do fo ba do la da de le do ba do ge de do do pui te da do de fo de do de da do do da de le le ba do da ge le de. The owl for but it do da deadly said oh pado tego gadele do do da deadly padu te lede. Édesapám hobbi zenész, most így nevezem, de igazából folyamatosan zenéje, tehát nem ez volt a fő szakmája, viszont mellette gitározik, zongorázik, énekel, és édesanyám ő pedig rengeteget énekelt és népdalokat tanított nekünk, amikor kisebbek voltunk, szóval mind a két oldalról jött ez a ráhatás. This can be love because I feel too well. No stops, no sorrows, no sighs. This can be love, I got no dizzy spell. My head is not in the sky. My heart does not stand still, just hear a beat. This is too sweet to be loved. This can be love because I feel too well. Still I'd love to look in your eyes. Da 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 da
farud lere bamrud lu te yared la lu baru tu beru tu beru tu beru wim pepep te yam lua papadu lu te lere papadu lu te lere te dweida du du dwe shoy a papweida lit lit lu lu le le o fana le padu le le pumadu tu tip tu viyam tu tu lu le lu lu le le le. Igazából mostanság találtam meg egy ilyen kis fogalmazást 1-4 osztályos koromból, amiben azt írtam, hogy én zenetanárnő szeretnék lenni. Na ez bejött, tehát ide megérkeztem. Az énekléssel és a ilyen művészeti úttal kapcsolatban viszont kicsit kacskaringósabb volt az út, én népi énekléssel kezdtem. Tehát nem tanultam sehol, de nagyon-nagyon érdekelt a népzene, és igazából azt énekeltem kb. 8 éven keresztül, meg kutatgattam népdalok után, tehát teljes mértékben a népzenében voltam benne. Aztán Szatmáron alakult egy kisebb együttes, egy trió, akik jazz standardeket játszottak, és akkor ott kezdtem el én ismerkedni a jazzzel tulajdonképpen, és nagyon-nagyon megtetszett, azt éreztem, hogy rengeteget lehet belőle tanulni, tetszett a szabadsága, és akkor rögtön e felé vettem az irányt. Az, hogy igazából én saját dalokat fogok írni, azt nem annyira tudtam, inkább csak éreztem, hogy érdekel ez az irány. Vers megzenésítésekkel foglalkoztam gimnáziumban is, tehát az így egy ilyen hobbim volt, hogy verseket olvastam, nagyon szerettem egyébként mindig verseket olvasni, meg szavalni, szóval ez az irány nagyon tetszett, és akkor azoknak a megzenésítésével kezdtem tulajdonképpen a zeneszerzést. És hát így valahogy kiforta magát a dolog. Nem tudok erre konkrét választ adni, nagyon hosszú út volt, igen. És nincs is vége szerintem. Még mindig keresem, hogy ki vagyok én a színpadon, meg hát természetesen azon túl is. Die too soon. A harmony was lost, but you forgave, I forgot. Whisper not of quarrels past, you know we had a let. So now be on key constantly. Love a whisper on eternity. Egyszer történt ilyen, hogy zongoráztam színpadon, igen, nagyon izgultam előtte. Nem gyakori, de szeretném ezt gyakorivá tenni. Hát igen, azért tehát nem mondom, hogy a klasszikus zongorára tanulmányaim azok így kihatnak a mostani zongorajátékomra, ugyanis többet gyakorlok éneket, mint zongorát, de szeretnék erre külön odafigyelni a jövőben, és esetleg egy-két dalt saját kísérettel előadni. And as time goes by, floating like a bird of mine, even songbirds seem all to sing your everything. Do ba di 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 Thank you.
első számú tervem az, hogy a Koncz Kriszta grúppal kiadjunk egy lemezt. Hál' Istennek egészen sok dalunk született, és azt gondolom, hogy ez már egy nagy lemez is lehet akár. Ez az idei bakancs listának az első pontja. És hát nagyon szeretnék minél többet koncertezni velük. Én most azt érzem, hogy ez az a felállás, amiben jól érzem magam, és amiben úgy igazán jól szólnak a dalok. És hát természetesen minden formációval szeretnék sokat énekelni, minél több helyre eljutni, és a tanítást sem szeretném emellett elengedni, mivel nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sokat adott az utóbbi időben. Az interjú az NKA hangfoglaló könnyűzene támogató program támogatásával készült.